Pedagógusként önnek is joga van családként tekinteni az egyszülős családban nevelt gyermekre és szülőjére. Joga van kiállni a csúfolódásnak kitett tanulója emberi méltóságáért, akkor is, ha nevelőtestület nem ért egyet önnel. És joga van tanítóként, tanárként átbeszélni párjával vagy barátaival egy hosszú, áttanított nap kihívásait. Magától értetődik, ugye? Most még talán igen. De az etikai kódex tervezete szerint önnek mindehhez nem lesz joga. És még sok minden máshoz sem. Most segítünk, hogy tiltakozzon a kódex jogszerűtlen tervezete ellen. Küldje el október 4-e vasárnapig a Nemzeti Pedagógus Karnak javaslatainkat, amelyek törölnék a kódexből az önt és az ön által tanított gyermekeket érő jogsértéseket. Töltse le a tasz.hu honlapról javaslatainkat és kísérőlevelünket, és küldje el a megadott e-mail címre. Ennyi az egész.